Minden szerepben a karakter igazságát keresem. Ez mai vendégünk színházi krédója, aki szerint manapság újabb és újabb kapaszkodókat kell keresni, és találni ahhoz, hogy a felszínen maradhasson egy művész. Lássuk, hogy kivel várjuk Önöket az Ez itt a kérdés portréban. Más ez a mostani generáció, mint amilyen volt. Szerenyei Béla, Jászai Maridia színművész, rendező, érdemes és kiváló művész. Hát mégsem mondhatom a kalocsai érseknek, hogy elvitte a cica. A Színház és Filmművészeti Főiskolát Kállai Ferenc és Szirtes Tamás osztályában 1981-ben végezte el. Azóta a Madách Színház tagja. Hogy tört van el a kezem, amikor szerelmes verseket írtam hozzád. Már pályája kezdetén országosan ismerté vált, mivel olyan máig is játszott sorozatokban szerepelt, mint a Linda vagy az Angyal bőrben. Meg kéne szabadulnunk a fölösleges súlyoktól. Ugrasz, mamut? Több rekord is fűződik a nevéhez. Ő alakította legtöbbször Mitchell Rumlit a Macskákban, illetve a bemutató óta főszereplője a Páratlan párosnak, amely 1985 óta van műsoron, és több mint 900-szor játszották. Miért vagyok féltékeny? Az elmúlt évtizedekben olyan nagy sikerű darabokat rendezett, mint az Anna Karenina, az Egy kis éjjé zene, a Dr. Herz, a Vígözvegy, vagy éppen a Jövőre veled itt. Késtél? Számos nagyjátékfilmben játszott, olyan közönségkedvenc alkotásokban is, mint a Kútfejek vagy az Egy szoknya, egy nadrág című filmek, emellett rendszeresen szinkronizál. Megyek! Sok szeretettel köszöntöm Szerenyei Bélát a stúdióban, és az a helyzet, hogy én tudom, hogy kifejezetten nem szereti magát visszanézni, nem is szokta mostanában már visszanézni magát, de most ez alatt a rövid képsor kis névjegy alatt egyszer csak azt mondta, te jó Isten, és láttam, hogy azért tulajdonképpen most örült, hogy látja saját magát. Hát igen, nem is tudom ki ezt, öcsém vagy unokaöcsém, nem, ennek úgy megy, persze, mikor, ahogy telnek az évek, az ember a fiatalabb korát szereti utána visszanézni, az idősebbet már nem annyira. Legalábbis én ezzel így vagyok. Azzal kezdtem a műsort, hogy idéztem öntől egy gondolatot, hogy egyre nehezebb ez a pálya olyan szempontból, hogy újabb és újabb kapaszkodókat kell találni. Mire gondolt pontosan? Hát ugye ez valószínűleg az interjúból kiragadott mondat, ez egy pandémia vége fele levő mondatom volt, és hát természetesen olyan lett a világ, amilyen, de nem hiszem, hogy csak színészekre vonatkozik ez a nehézség. Eleve mondjuk az én színházam, tehát ami úgy jegyzünk, hogy anyaszínház, az idén van 40 éve, munkakönyvileg a tagja vagyok. Nagyon sok változáson ment át. Elvesztettük a kamaraszínházunkat, és egy zenés műfajjá szelidült a repertoár, ami annyit jelent, hogy az idősebb művészek, vagy idősebb színészek, nem mondjuk művész, mert nem szeretem annyira, azok nyilvánvalóan egy fiatalos musical műfajból már nem igazán tudnak csak úgy beletunkolni a leves szélébe. Tehát ezzel meg kell barátkozni, és innentől kezdve pedig nyitottá lehet válni, és lehet már színházakban keresgélni. Én ezt a előző 3-4 évet azzal töltöttem, hogy különböző színházakban megjelentem, köszönhetően Szente Vajtnak, aki ugye a Madách Színházból indult el szintén, és egy páratlan írói vénával rendelkezve és rendezői vénával engem vitt ide a József Attilából, a játékszínbe. Úgyhogy most jelen pillanatban 3, illetve 4, de lehet az is, hogy 5 színházba fogok egyszerre játszani. Hát mondjuk ez nem kicsit... szokatlan öntől, tehát hogy igazi szerephalmozó volt évtizedekkel ezelőtt is már. Igen, rettenetesen lefoglalt voltam. A Madách Színházban az, hogy 30-35 előadás az normális volt. Még akár Kerény Imre időszakában is. Úgyhogy a szabad esték, amik bejöttek itt a pandémia alatt, azok nekem örömet jelentettek első 2 hónapban, és aztán ugye elkezdtem egy picit unatkozni, akkor viszont elkezdtem olvasgatni, nagyon jókat olvasgattam, elkezdtem jó filmeket megnézni, és úgy elkezdtem foglalkozni a környezetemmel, a házzal, a kerttel, stb. Szóval egy kicsit fel tudott töltődni, de egy picit még maradjunk a Madách Színháznál.
De máshogy, azt mondta, hogy munkakönyvileg, tagságilag 40 év, de sokkal több annál is, mert hogy 14 éves korában állt először a Madách Színháznak a színpadán. Mindjárt szerintem ki fog derülni, hogy ez milyen történet, de ugorjunk még korábbra vissza, amikor kisgyerekként már hát amatőr színjátszó volt, gyakorlatilag megtanulta 8-9 évesen a szakma alapjait, nyilván az alapjait. Az édesapján keresztül került ebbe bele, hogyan? Volt egy, ugye a szocializmust írtunk, és volt egy irodalmi színpad, vagy hogy is nevezem, egy kultúrkör, ez a magyar édesiparban volt, és jelesül a Budapest csokoládégyárban, a Ferencvárosban, a Vágóhíd utcában, én Üllői úton született gyerek vagyok, és ide ugye hát elég izgő, mozgó kisrác voltam, és nem nagyon tudtak velem mit kezdeni. A csokoládégyár óvodájába jártam, hát gyakran jártam be a gyárba természetesen, és innen datálható Sasvár és Annyival való gyerekkori barátságunk, mert a papája és az én papám együtt voltak ezen a színpadon. Ott már lehetett érezni ezeknek az enyves díszleteknek a szagát, tehát úgy megmérgezett eléggé, és a vendégművészek léptek fel a édesipari dolgozók számára, Mikulásként, nagyon-nagyon híres és kevésbé híres művészek, de hát tudnám sorolni, hogy nem akarok senkit kihagyni, de a Kazal Lászlótól kezdve az akkori nagyokig, a Csákányi Laci bácsi, a Sztankai Pista, és egész fiatal. El lehet, mert akkor el lehetett lesni. Hát nem is lesegettük, csak úgy tátott szájjal nézegettük őket, hogy csinálják ők ezt a valamit, és nagyon érdekes volt, hogy lent egy csomó ember nézi, akkor megengedték, hogy a függönyt elkezdjem tekerni, természetesen nem tudtam kitekerni, tehát olyan úgy megmérgezett ez a dolog. És aztán így kerültem a Rottenmiller utcába, 9 éves voltam, a édesapámnak egyik legjobb barátja a Havas Sanyi bácsi, neki a lánya egyébként a Havas Ági a film alapnak volt, azt hiszem az igazgató nője, vagy elnöke, vagy nem tudom milyen, és ő vitt be engem a Rottenmiller utcába, amit kiszközponti művészegyüttesnek hívtak akkor, amiből én nem éreztem se a kiszt, se a központit, csak azt, hogy bementem, és verseket kellett szavalni. Színpadon lehetett állni, igen, néptánccal lehetett foglalkozni, amit nagyon szerettem, nagyon jó koreográfusok voltak, a Szirmai Béla, a Kricskovics Antal, tehát ezek komoly szaktekintélyek voltak, és nagyon szerettem a néptáncot, úgyhogy ami engem ott nagyon meglepett, hogy nem volt egy ilyen, az úttörő színpadok között nem volt egy átjárhatatlanság, tehát nem mondták azt, hogy te csak ez vagy, csak az vagy, hanem néptánc, menjél egy kicsit a néptánc csoportba, akkor fogja egy gitárt a kezedbe, akkor szólista legyél, akkor akkordozni megtanultunk gyerekkorban, tehát egy ilyen nagyon széleskörű művészképzés volt. És közben viszont aztán tulajdonképpen, ha nem is hátrányára vált ez a mondjuk úgy, hogy túlképzettség, de azért okozott annyi fennakadást, hogy a főiskolára a harmadik rostán már nem engedték tovább, és akkor elküldték a Nemzetibe stúdiósnak. Igen. Azt hogyan élte meg, kudarcként, vagy úgy, hogy jó, akkor most tanulok egy kicsit a nagyok között, hiszen a Nemzetiben azért elképesztő nevek voltak akkor. Ez kicsit olyan volt, hogy ez a párhuzamos élet, ami nekem gyerekkoromban volt, és csak úgy kapkodtam a fejemet, hogy ha hétfőn, kedden, illetve hétfőn, szerdán és pénteken a Üllőjüti Örökimádás templomban ministrálok este 6-kor, és a kett csütörtököt pedig a Rottenmiller utcába töltöm esténként. A szüleimnek nyilván nagyon jó volt, mert nem voltam otthon, nem kellett csapkodni, hogy már megint mit csináltam, mert tényleg elég rossz gyerek voltam. Párhuzamosan pedig tanultam is. Na most fényképagyam van, tehát a mai napig a vizuális része a fejemnek jobban működik, mint az audiális, hogy ezt szépen mondjam, és a lecke az kb. Egy óra alatt megvolt másnapra, általában meg is csináltam, nem nagyon voltam lemaradva semmiben, 4,95, 4,8, tehát így telt az általános iskola,
szintén nem jobbra sétáltam az Üllőútól a Lehosék utcába volt az általános, hanem balra sétáltam akkor a Lővei gimnázium. Tehát ez így szépen eltelt ez a gyerekkor 18 éves koromig, úgyhogy párhuzamosan volt a vallási nevelés, amit az angol kisasszonynál végzett nagyanyám erőltetett, és az egész család jár misére. Volt a KISZ művész együttes, és volt a gimnázium. És ez a három párhuzamos vonal a végén úgy futott össze, hogy megpróbáltam természetesen a színművészetét a gimnáziumból, és megpróbáltam egy magyar-angol szakot. Mind magyarból, mind angolból ötös voltam, tehát a felvételim a Ho Chi Minh főiskolának hívták Egerben, és miután nagymama ott volt a angol kisasszony, akkor már nem angol kisasszonyok volt, hanem Ho Chi Minh főiskola, akkor oda is jelentkeztem meg a színművészetre is. Itt a harmadikon kivágtak, de kaptam egy lehetőséget, hogy a Nemzeti Színházba átkerüljek. És akkor volt egy nagy beszélgetés az apámmal, aki azt mondta, hogy bár felvettek a Legri főiskolára, de akit a Nemzeti Színház hív, fiam, annak oda el kell menni. Úgyhogy ő nem tudta azt, hogy tulajdonképpen a Nemzeti Színházban statisztálni fogunk, kisebb szerepeket fogunk játszani, elmentem. Meghatározó élmény volt, a mai napig úgy vagyok a Nemzeti Színházzal, hogy azokat, akiket én ott láttam, az ma már nincs. Én most abban a korban vagyok egyébként, amikor azok, akik ott voltak, a Kállai Ferenc, a Sinkovics, ott előttem voltak a színház büféjében. Csak egy érdekes anekdóta, Zsolt Pista volt a nagyon híres, nemzetközi hírű játékvezető, fotballjátékvezető. Mi ott ültünk a kisebb szerepeket játszó stúdiósok, és bejött a büfébe, és azt mondja, hogy kollega ura, jó napot kívánok, tessék kifáradni, jönnek a művészek. És akkor mi felálltunk, fogtuk a kis, akkor már volt kóla, kimentünk, és vártuk, hogy bejöjjenek a színészek. Elképzelhetetlen ez most, akár a Madár színházban, akár más színházban. Abszolút elképzelhetetlen. De folytassuk innen a beszélgetést, kiejtette valakinek a nevét, akinek meghatározó szerepe volt az életében, ugyanis vendégünk Kállai Ferenc osztályában 1981-ben végzett a színművészeti főiskolán, hiszen aztán már felvették. Most Szerenyei Béla egyik volt osztálytársa, Ábrahám Edit következik, akit a főiskolás évekről kérdeztünk. Béla mindig is egy ilyen vidám, szórakoztató, mókás, vicces, hogyha a társaságában voltunk, akkor biztosak lehettünk abban, hogy nevetni fogunk valami, mert mindenből tudott poént csinálni. A másik, ami jött vele, az a gitárja és az éneklés. Emlékszem, hogy az első perctől kezdve azt magával hordta, valamit mindig énekelt, minket is megénekeltetett, és tényleg egy ilyen nagyon jó társasági ember volt. Szép jó napot kívánok, Gyula úr! Csak egy picuri kis alkalmatlankodás, amíg a hajacskát megigazi. Amikor főiskolán együtt játszottunk, ő volt Bicska Max, és én pedig Polly, tehát ez volt az, ami a komolyabb szerep, de a másik pedig a Vízkeresztben, ő volt a bohóc. Aki ugye komolyakat mond, de viccesen mondja, és ugyanakkor olyan dolgokat csomagol vicces formába, amit senki más nem mer megmondani, és véresen komoly dolgok. Tehát ez volt az a szerep, ami azért őt pofon csapta, és tulajdonképpen megmutathatta benne azt, hogy ő nagyon komolyakat is tud közölni egy olyan vicces formában, hogy azt mindenki megérte. Vár következő állomásunk Santa Cruz a Tenerife. Amikor mi végeztünk, akkor még biztonság volt, akkor tudtuk azt, hogy elvégeztünk egy főiskolát, diplománk van, és fogunk szerződni egy színházhoz. Tudtuk azt, hogy mi ráálltunk egy sínre, és akkor mi azon fogunk tovább menni. Hát azt nem gondoltuk, hogy ma, én azt szoktam mondani, hogy aki színésznek megy, az tulajdonképpen koldusnak megy. Mert annyira bizonytalan az egész. Bizonytalan az, hogy hova szerződtetik, kik szerződtetik, kikkel kerül össze. Tehát úgy gondolom, hogy a mai világban sokkal jobban kell talán helyezkedni az embereknek. A mi időnkben azért a tehetség számított. Tehát úgy érzem, hogy sokkal többet értékelték, vagy többre értékelték magát az embert, mint ma. Így érzi ön is? Más, változnak az idők, és benne mi is változunk. Tehát kétségtelen, hogy
furcsa nyilatkozatok vannak a világban, akik ezt a kort érték, meg hát nálam sokkal idősebb, Alain Delon például azt tudta lenyilatkozni, hogy kérdezték tőle, hogy most féle a haláltól, azt mondja, hogy nem, nagyon nem, mert ezt a világot boldogan hagyja itt. Ez egy szörnyű keserű mondat, de én ennyire nem vagyok keserű. Tehát ebben is megvan a boldogság, szerintem minden korban meg lehet találni azt, ami előrébb viszi egy picit az embert, ami megemeli a rezgés számát, hogy ne poshadjunk bele ebbe. Én, ha valami bajom volt, különösen az utolsó 30 évben, bármi történt, hogyha volt időm, beültem a kocsiba, lementem, rászálltam a hajóra, és kimentem a víz közepére, és ott el voltam. Úgyhogy nem kell bele ragadni ebbe a gondolatmenetbe. A derűs és a mértékletességre azért törekvő filozófiájáról majd még később beszéljünk, de ugorjunk vissza a főiskola utáni évekre. Ugye az eldőlt, hogy a Madách Színházban folytatja. Tulajdonképpen három nyílt színi taps döntötte ezt el, amit rögtön az első beugró fellépésén kapott, ugye? Igen, ez egy nagy ugrás volt. Kis lépés az emberiség, nagy ugrás nekem. Át kellett vegyek egy szerepet. A Mártól András pont akkor szerződött át a Nemzeti Színházba, a Madách Színházból, és a régi módi Szabó Magda régi módi történetében volt egy remek előadás, akkor a Lengyel György rendezésében, hát olyan szereplők voltak benne, hogy a Márkus Lászlótól kezdve, a Sülyok Márián keresztül, Almási Éva, Gáti Oszi, nem akarok mindenkit felsorolni, de Sütcilla fantasztikus szereplőgárda volt. És ide nekem be kellett állni. Ez egy jelenet volt, de nem kis szerep, hanem egy olyan nagyon jó kabinet alakítás követelt. Természetesen remegett a lábam, harmadéves voltam, és hát nagyon rákészültem erre a szerepre, otthon sokat gyakoroltam, néztem az András, megnéztem egyszer-kétszer, rettenetesen jól csinálta az András, és akkor végül is beálltam egy próbával, ez ilyenkor úgy szokott lenni, hogy a beugrás az délután egy próba, és este előadás. Tényleg nagyon készültem rá. Tükör előtt, én jobbról, balról, család megnézte, tetszett. Egy ilyen nagyon vicces figurát próbáltam meg csinálni. Az Andris volt az indítója a dolognak, és erre én egy picit még rá is tekertem. Hát az a lényeg, hogy a Almási Éva odahívott utána az öltözőbe. Tehát egy olyan reveláció volt ez az akkori este ezzel a három nyílt színi tapssal, ami nagyon furcsa dolog egy színművészeti főiskolásnak, hogy mindenki oda kapta a fejét. A Súlyok természetesen behivatott, ő is az öltözőbe, és mondta, hogy nem hallani jól, amit mondok, mert ő nagyon, nagyon beszédcentrikus tanár volt. Azt hiszem beszédet is tanította a színművészetén akkor. A Sütcilla másnap a szinkronban találkoztunk, valami rajzfilmet szinkronizáltam, és mondta, hogy az, na apukám, azt mondja, most már lesz veled valaki, mivel köszönöm szépen, miért? Hát mert most már vannak ellenségek. Egy pillanat alatt úgy, tehát magyarul belecsöppentem be a madárszerelékkörbe, annak ellenére, hogy én nem is akartam volna oda menni, én annyira a Nemzetibe akartam visszamenni a harmadik évbe, csak ott pont akkor volt a váltás, akkor jött a Zsámbék és a Székely, és hát ők nem is ismertek engem. És ahogy belecsöppent a Madách Színházba, és hűségesen kitart mellette ugye 40 éve, úgy csöppent bele a sorozatok világába is, a Lindába 83-ban, és mindig Zente Ferencet szokta idézni ezzel kapcsolatban, hogy nem leszek pontos, de körülbelül úgy, hogy az is baj, hogyha az ember sorozatban kap szerepet, és az is baj, hogyha nem. Igen. És Zente Ferencet egy példaképnek is tekinti, csak ugye beszéltünk ezekről a színész nagyságokkal, akikkel együtt szerepelt. Mit tekint benne példaértékűnek? Az emberségét. Tehát az, hogy nem nagyon volt olyan kollega, aki a Zentére rosszat tudott volna mondani. Tehát egy olyan melegszívű jó ember volt, és olyan kisugárzása volt, olyan pozitív kisugárzása volt, amit tanítani kéne. És például ez a válasz is, mert ugye van egy olyan ilyen orfenhordó része a mi szakmánknak, aki
aki úgy azt mondja, hogy na jó, hát ilyeneket nem szabad elvállalni, hogy sorozat, meg nem tudom mi. És hát az ember a főiskola után természetesen utakat keres, hogy jobbra megyek, vagy balra, nem tudni, hogy merre megyek, valahova vigyenek. Na most, hogyha éppen erre visznek, akkor arra kell menni. Tehát én ezzel mindig vitatkoztam, mert meg tudnám mondani azt a filmrendezőt, aki azt mondta, hogy na apukám, te itt most elvágtad magad, hogy ezt elvállaltad, ezt a szerepet. És akkor megkérdeztem az Enter Feri bácsit, hogy, és ezt mondta, hogy két szörnyű dolog van egy fiatal színész életében. Ugye ő ezt megtanultam, mert tehát a Gábor Diák azt hiszem főiskolás korában forgatta, mint játékfilmen, és folyamatosan kapta a sorozatokat egyiket a másik után, hogy ha kap egy főszerepet egy népszerű tévésorozatban, meg ha nem kap. Jelzem, ez akkor sokkal keményebb és sokkal erősebb dolog volt, mint ma. Ma lehet kapni sorozat főszerepen gyakorlatilag ezer az egyhez, tehát mondjuk 1000 kattintásból egy csatornán tudott lenni az ember, akkor egy darab csatorna volt, mindenki azt nézte, tehát péntekről szombatra lett az ember, hogy úgy mondjam, népszerű. Kíváncsi vagyok, hogy a skatujázásnak hogy próbált ellenállni, és majd beszélgessünk erről, de most még maradjunk a sorozatszerepeknél. Míg vendégünk Emődi Tamásként egy galamblelkű papucsot alakított a Lindában, addig rabó szerepében egy féltékeny macsó bőrébe bújt. Rajkai Zoltánt, a népszerű Angyalbőrben című sorozat szereplőjét a forgatási élményeiről kérdeztük. Béla akkor már egy befutott színész volt, és én is a Lindán nőttem fel, hogy úgy mondjam. Úgyhogy én különösen szerettem az ő karakterét abban a sorozatban, úgyhogy ez egy nagy áhítattal vettük, hogy ő bekerült a csapatba, mi pedig zöldfülűként, ugye előfelvételisként. Ez azt jelentette, hogy akkor vettek föl minket a Színházi Filmművészeti Főiskolára, és akkor még az volt, mi voltunk az utolsó olyan évfolyam, akiket elvittek egy évre katonának, mielőtt elkezdhették a főiskolai tanulmányaikat. És ugye mi ezt az egy évet, a katonai sorkatonai szolgálatunkat gyakorlatilag az Angyalbőrben forgatásával töltöttük, és hát akkor, mint frissen felvett előfelvételi színi növendékek, a Béla jött, mint befutott színész, azért ez egy más minőség volt. Hé, hol a kocsi? Hogy hol? A kazázban. Ott nincs. Nincs hát, csak 40 fok, meg egy repülő. Voltunk egy páran ilyen zöldfülek, és voltak már profi színészek, és hát a profik között is Béla volt az egyik legprofibb. És hát úgy is kezelte a karakterét, én emlékszem, engem nagyon megdöbbentett az a profizmusa, hogy ő kitalálta ezt a figurát, ezt a Rambo karaktert, és hogy erre hogyan készült, és hogyan, az nekem akkor meglepő volt, ugye nem volt semmilyen tapasztalatom se a forgatásokról, se a színészetről gyakorlatilag, és így kicsit olyan lopva, lesve figyeltem, hogy a Béla mit csinál, hogy készül a szerepre. Na mi van, fog-e fel maga, haragszik rám? Erre arc! Toulouse-Lautrec naplemente. Béla egy rendkívül szórakoztató karakter, egy rokonszenves, vicces figura úgy általában, amikor látjuk őt, vagy láttam ugye a Lindába is például. És ehhez képest nekem az egy meglepetés volt, hogy sokkal távolságtartóbb és komolyabb volt a forgatásokon. Tehát egyáltalán nem volt egy ugyanolyan laza, bohém figura, mint amit megszoktunk tőle, viszont azt, amit kellett hozni a karakterben, meg amit kellett hozni a filmvásznon, azokat mind hozta. Tehát ott találkoztam tulajdonképpen ezzel a profi színész, így mondanám, jelenséggel, rajta keresztül. Nagyon jó piros posgás színe van. Mindig tudtam, hogy a vasbogdányi levegő abszolút karban. Milyen érdekes, amit elhangzott. Mennyire igaz az önre, hogy igen, elsőre olyan bohémnak, meg nagyon lazának tűnik, de hogy van egyfajta távolságtartás is, meg nyilván egy profizmussal összeköthető célorientáltság is a személyiségében. Amennyiben így látják, akkor ez így van. Természetesen az embert mindig azonosítják azzal a szereppel, amit ő játszik. Én azt kell, hogy mondjam, hogy ennek dacára nem telt ez a 40 profi, meg előtte ez a 10 amatőr év. Nincs bennem hiányérzet. Uh-huh. Tehát én megkaptam azokat a pontokat, amiben tudtam bizonyítani. És mindig jött egy ember, aki ezeket a pontokat odaadta nekem. Tehát nagyon érdekes volt, hogy a Huszti Péter elővett egy darabot, szinte alig játsszák Magyarországon a Molnár Ferenc Rivieráját, amiben van egy olyan szerep, ami tulajdonképpen nem is nekem való. Egy szép emberről szól, egy kifejezetten szép
hogy mondják, áruházi eladóról szól ez a darab, akinek a mennyasszonyát elrabolja egy Amerikában távozó bankár, azt hiszem. Egy nagy sikítás, egy nagy egy szörnyű hiányérzet a nő el, egy harc ez az egész előadás. Hát ezt most miért nekem kellett játszani? És nagyon jó korot, és nagyon jó volt. Uh-huh. Vagy éppen Nagy Viktor végzős főiskolásként hozta a Dr. Herzbe azt a szerepet, amitől úgy hirtelen megfordult a madásba a felén való viszonyulás, mert addig vígjátékokban játszottam, természetesen miután hallottuk, hogy én végén énekeltem a főiskát, és a Szintes Tamás ezt látván nem volt kérdés, hogy a macskákba az a 20 fiatal emberben benne vagyok-e közöttük, vagy nem vagyok benne. De ezek ilyen kicsit más minőségek voltak a Viktortól, és mondhatom így a Pétertől, hogy előrébb tudtam lépni a komoly szerepek felé. Csak az jutott eszem, hogy akkor ezek szerint felesleges ez a kérdés, amikor azt szokták öntől tudakolni, hogy nem elégedetlene azzal, hogy talán kevesebb, mondjuk úgy, hogy komoly vagy tragikus szerepet kapott, és túlsúlyban vannak ezek a vígjátéki szerepek, meg musical szerepek, mert hogy ön szerint megkapta ezeket, illetve megkaptam. Teljesen... Hát most a Hamlet Claudiusánál kell komolyabb szerep, nem nagyon kell komolyabb szeret, negatív, az is biztos, de ezt is megkaptam, játszottam, jó volt találkozni vele, tehát nem tudok olyan hiányérzetet magamban észlelni, ami olyan nagyon sikítana. A félig telt pohár és a félig üres pohár. Én általában azt mondom, hogy mindjárt tele lesz. Na megint a mértékletesség, hogyha a színházi karrierjével párhuzamosan nézzük a sorozat karriert, csak mert még a kisfilm előtt erre utaltam, annak hogyan tudott ellene menni, mert szerintem ez egy viszonylag sikeres dolog, tehát azért Szerenyei Béláról ma már nem csak, vagy nem elsősorban a Linda és az Angyal bőrben jut eszünkbe, szóval ennek hogyan lehetett ellene menni, hogy berakják ebbe a skatuljába? Ugye az egyik ilyen figura volt, a Emődi Tomi, és nagyon örültem neki, hogy a másik meg egy olyan figura. Természetesen a televízió az mindent visz, tehát itt bárki bármit mond, most már kevesebbet, ugye, mert hogy több a csatorna, de annak idején mindent vitt. Tehát ha el tudom most mondani ez alatt a 40 év alatt a Madách Színházban, és meg tudom szorozni a 800-as nézőszámot, általában teltházzal játszik a színház, nem jön ki az egytizedese annak, amit egy televízióban néznek a nézők. Tehát valahogy segített a Jóisten arra, hogy most ebben megállunk, erre nem megyünk tovább. Tehát nem az volt, hogy most engem bombáztak tévésorozatokra, és nem vállaltam, és ellenálltam. Nem álltam ellen, nem jöttek. Tehát ahogy a film is egyszer jött, csöpögetett, úgy a sorozat jött egy időben, aztán nem jött. Hallottam olyat filmrendezőtől, már egy talán 15-20 éve lehetett, hogy elhasznált arc, nem csak rám, másra is, ők a friss arcukat keresik, amitől én úgy néztem, hogy hát most amennyiben elhasznált arca van a Dustin Hoffmannak vagy a Robert De Nirónak, az olyan furcsa beszéd, de hát mindegy, ez az én véleményem volt, hogy szerintem az elhasználtság nem itt kezdődik. Valahogy folyamatosan azt érzem, és a mai napig biztos vagyok benne, hogy pandémia pedig egészen rátette a koronát arra, hogy vezetve vagyok. Tehát én engedem magam, hogy vigyen a Jóisten, és visz engem, akkor erre visz, arra visz. Tehát nem ellenkezem. Egy családi anekdóta szerint, amikor kérdezgetik öntől, hogy na, hogy döntött, akkor azt szoktam mondani, hogy úgy döntöttem, hogy nem döntöttem. Így van. Ez az? Úgy döntöttem, hogy nem döntök, igen. Az is egy döntés. Most nem döntök. Megvárjuk. Az idő mindent elmond. Eldönt. Egyébként az elhasznált archoz hasonló klisé az is, hogy a vígjátékot nem olyan nehéz játszani, mint a tragédiát, és mindig egy foci meccshez szokta hasonlítani a vígjátéki játékot, a néző és a színész közötti játékot. Miért pont foci meccshez? Mert hiába vagyok én a... Direkt azért mondok Ferencvárost, ugye, mert nem lehetett más szurkolónak lenni egy üdvőjöttön született srácnak, mert hogyha a 63-as villamos, amit tujázásnak hívtunk, és
felállt az ember a hátul az ütközőre, és megkapaszkodott, és nem zöldfejes sál lógott a nyakába, akkor valószínű, hogy nem ért oda, ahova akart menni az ülőúton. Úgyhogy ha én mondjuk a Ferencváros csapatában játszom, és 25-ször találkozom a Szegeddel, az 25, azért a Fradi Szegedet mondom, mert az 5-0 az a mai napig benne ég a retinámban, még a falelátón, az a 25 meccs, az 25 különböző meccs, tehát hiába ugyanazok az emberek vannak a túloldalon, az nekünk mindig egy játék, tehát az mindig kell nézni, hogy most hogy lehet elvinni a labdát jobbra vagy balra, ez a nézővel is így van. Tehát az első pillanat a Cseke Péterrel 36. éve játszik a páratlan páros. Az első pillanattól kezdve, igen, a magyar Guinness rekord egyébként, hogy úgy a harmadik mondatnál, mikor az első nevetés föl szokott jönni a nézőtér, pontosan tudjuk azt, hogy itt ma hogy kell ezt játszani, ezt az előadást. Erre vannak nekünk trükkjeink, hogy kell följebb hozni egy, itt tudom, egy vasárnap délutáni közönséget, akik kicsit le vannak külve, és örülnek, hogy jaj, de jó, égre ülök egy helybe, és néha ugye elszonyogál a papa, na ma meg mindig böködi. Akkor tudjuk, hogy egy tempót kell adni neki, egy kicsit oda kell figyelni, nem szabad beleülni, nem szabad erőt tetni a poénkodást, mert ugye hát természetesen a legfontosabb a vígjáték játszásban, a ritmus érzék. A ritmus érzéken túl, hogy nem ismerek tréfát. Tehát a humorban nem ismerek tréfát. Azt úgy kell játszani, pláne ezeket az angol farsz vígjátékokat, amik ugye arról szólnak, hogy egy embernek van mondjuk például a páratlan páros esetében két felesége, és az egyik előtt a másikat el kell titkolni. Hát ez mi, hogyha ez valakinek a saját élete? Ez egy vérdráma. Na most így kell játszani. Most következzen ennek a darabnak a másik szereplője. Együtt jártak a főiskolára, majd együtt kerültek a Madách Színházhoz is, ahol már 4 évtizedet társulati tagok. Most Tóth Enikővel folytatjuk, akit a Nagykörúti Teátrumban átélt közös élményekről faggattunk. Amikor ide kerültünk, a Szépernő Patikától elkezdve, itt még minden csodálatos előadásokban vettünk részt, csodálatos művészek között. Instálom, receptet hoztam! Én mindig azt mondtam, hogy én ide beléptem, és ez tényleg egy templom. Alá szolgálja kérem! Nagyon jó előadásokban játszhattunk, és akkor ugye jött a Macskák, amit a Szirtes Tamás rendezett, ami hát egy nagyon különleges előadás volt, tehát ilyen még akkor Magyarországon nem született. Pont amikor bejöttem a színházba, pont a Bélának a számát próbálják most a színpadon a Macskákból. Ugye lesz ennek most egy 1500-as nagy előadása, úgyhogy mindenki, aki valaha létezett, az most ott lesz benne. És mondom, ez is milyen érdekes, hogy jövök a Béláról beszélni, és akkor erre az ő Mitchell Rumlia megy a színpadon. Béla fantasztikus színészi utat járt itt be a Madách Színházba. Tehát itt főszerep hátán. Én már szinte féltettem is, volt olyan időszak, hogy azt gondoltam, hogy hű, hát már lehet, hogy nem kéne még újat bemutatni, és minden este színpadon lenni. Becsület szavamra! Pont amiatt, hogy az ember már nem a 20 éveit tapossa, de az az igazság, hogy az ember nem mond vissza nagyon jót. Hát hogy? Hát az viszi tovább, és tehát ő itt nagyon-nagyon-nagyon nagy utat járt meg. Ébredj hát fel, mindez nem a valóság. Nagy utat járt be, amin azt mondta, hogy mindig a jóisten vezette. Milyen érdekes, hogy a Madách Színház épülete, kibővített épületében, ugye a Hársfa utca 38-ban régen, például a nagyapja lakott, hogyha jól tudom, meg 14 éves volt, amikor már ott állt a színpadon, szóval tényleg látszik egyfajta ilyen terelés, de mit jelent az, mert azt mondta, hogy finoman bánt a jóisten önnel, mindig finoman bánt.
ugye sokféle elmélet van. Van, aki ebben hisz, van, aki abban hisz, van, aki amabban hisz. Lehet, hogy ez az élet, ez egy ilyen jutalom élet nekem. Hogy az előzőben, hogyha mondjuk ebben hiszünk, akkor valamit nagyon jól tehettem, vagy jól csinálhattam, és egy ilyen jutalmat kaptam. Tehát azokat a szerepeket kaptam meg, amit meg is tudtam csinálni. Hiszen a legnagyobb, egy színésznek a legnagyobb tragédia az, hogyha elvállal egy olyan, vagy megkap egy olyan szerepet, amit nem tud megcsinálni, mert akkor az a társulat szemében, a nézők szemében és minden szemében egy öngól. Nem mondom azt, hogy nem adtam vissza szerepeket. Általában többet fogadtam el, mint amit csak az Enikőre reflektálva, vagy reagálva, többet fogadtam el, mint amit visszaadtam sokkal nyilván, de ezekből a visszaadott szerepekből épül az embernek a pályája. Tehát amikor tudja azt, hogy én ezt nem fogom tudni megcsinálni. Mm. És akkor nem adom oda a labdát másnak, hogy most ezt ő lássa. Akár a korom miatt, akár a magasságom miatt, akár a hangmagasságom miatt, akár a habitusom miatt. Akkor ezt nem kell elvállalni. Ez egy megfelelő önértékelés kérdése nyilván, de hogy korábban már időről időre felbukkant itt a beszélgetésben a mértékletesség, meg egyfajta ilyen megbékélő derű, ami önben van. Ez mindig így volt, vagy ez egy időközben elnyert béke, bölcsesség, derű, mértékletesség? Ez a csibész mentalitás engem mindig áttolt ezeken, amikor az ember ebben a szakmában, hogy mindig vannak csalódások természetesen, ezt miért nem én kaptam, azt miért, persze a kollégák rá is játszanak, hogy hát ezt neked kellett volna játszani, és akkor én mindig azt mondom, hogy jó, megmondtam a vállamat, elkezdtem építeni egy autót, elkezdtem építeni egy hajót, tehát elkezdtem mással foglalkozni. Hála Istennek a legnagyobb ajándék a szüleimtől a ilyen effektív ajándékra gondolok, mikor karácsony van, vagy születésnap van, az egy barkácskészlet volt, azt hiszem, mintam 8 éves koromban, és ezt nagyon szerettem, nagyon jól is csináltam. Körmendi Jani, aki szintén, nem szintén, hanem ő volt az igazi kétkezi mester, vele sokat otthonában faházat épített, segítettünk, stb. Makettet készített. Én ezeket ugye ellestem, és ez mindig átvitt. Tehát ez a csibészség, hogy akkor megmondtam a vállam, nem, akkor megyek máshova. És ez a mai napig így van, hogyha azt érzem, hogy itt becsukják az ablakot, akkor jó, akkor nem erőltetem, nem töröm rá az ablakot egy színházra, vagy bárkire, egy forgatócsoportra, vagy egy... Nem, mert elmegyek máshova, fordulok egyet, és akkor úgy is fog segíteni a jó Isten, oda visz, amerre kell mennem. A legnagyobb traumákban is, mert ugye említette, hogy korábban, hogy az édesapja halála volt talán a legnagyobb trauma az életében, amikor 25 éves korában meghalt, akkor is segített? Az segített? Hát, vagy az a benne való hit segített? Csak azt mondom, hogy a temetésről forgatni mentem. A Kálmán Imre az Élet muzsikát című filmet forgattuk Huszti Péterrel, és én ott egy inast játszottam, amit nem is értem, hogy miért én játszottam, mert hát volt annak idején rengeteg nagyon komoly színész, egy jelentős inas szerepre, Eszeny Ernikővel játszott, Eszeny ő volt az egyik főszerep, Huszti Péter volt maga Kálmán Imre, és a temetésről forgatni mentem. Tehát az, ilyenkor az embert egy ilyen nagy üvöltés, az át tudja vinni, ki tudja kicsit ereszteni a gőzt. Szerintem a Kálmán Imre utána, ez volt egy csütörtöki napon, és pénteken viszont már a Leányvását forgattuk a Zsuzsévával, tehát a munka mindig segített. Anyám halálakor nem felejtem el, délelőtt a producerek főpróbája volt, felújító főpróbája volt, és úgy kapcsoltam ki a telefonomat, hogy tudtam, reggel az orvossal beszéltem, és tudtam, hogy valahogy éreztem, hogy 2-kor, mikor visszakapcsolom a telefont a próba végén, akkor már nem lesz, és így volt. De a munka átsegítette. Igen. És a jó Isten, meg a benne való. Igen. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, és elmesélte mindezt, és azt kívánom, hogy továbbra is megtalálják pontosan azok a szerepek, amelyeknek meg kell, hogy találják. Úgy legyen. Köszönöm szépen. Önök az Ez itt a kérdés portrét látták, műsorunkat visszanézhetik a mediaclick.hu-n és a YouTube-on is. Jövő vasárnap este 7-től újra várjuk Önöket. Tartsanak velünk akkor is. Viszontlátásra.